tisztelettel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. Balladénes képviselőtársunk jelezte, hogy sajnos nem fog tudni ma eljönni. A napirendi pontokat mindenki megkapta a kiküldött anyag szerint. Összesen 4 napirendi pont van. Ide még szeretnék javasolni, fölvenni egy napirendi pontot, hogyha elfogadja a tisztelt testület a Sárospataki mentőállomásnak a kérelmét, tehát ezt az 5 napirendi pontot tárgyalnánk ma, jegyzőkönyvvezetőnek pedig javaslom elfogadni Fülöp Citalindát. Aki egyetért javaslat, én ma kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Első napirendi pont a dr. Ablonci Pál egészségügyi központ intézményvezetőjének kinevezése. Elnézést, ha egy pár szóban le fogok köhögni, de valami bujká bennem. Az előző testületi üléseken szinte majdnem mindegyiken most már szóba került az egészségügyi központnak a helyzete. Azt tudjuk, ha visszaemlékezünk, hogy meghoztunk egy döntést azzal kapcsolatban, hogy költségvetési szervet kell, hogy létrehozzunk. A költségvetési szerv létrehozása, ez folyamatban van. Elindult az eljárás, de még visszajelzést nem kaptunk. Viszont egy pályázatot kellett kiírnunk, ahogy azt az előző testületi ülésen elő is terjesztettük, az intézményvezetői állásnak a betöltésére. A pályázati anyagot mindenki megkapta. Igazából nem túl bonyolult a helyzetünk, mert egyetlen egy pályázó pályázott a helyre. Több érdeklődő is volt, úgy tudom, jegyzőlőt is keresték, engem is kerestek telefonon. Amit tudtunk, azt elmondtunk, de végül is úgy látom, nem adta be senki a pályázatát. Egyedül egy van, de ezt említettem, ez itt van mindenkinek a kezékbe. A pályázatot február 23-án tettük közé, akkor publikáltuk, és a benyújtási határidő az március 12-e délután 4 óra volt, tehát egy pályázó érkezett. Feltételeként meg voltak adva a jogszabályi feltételek, a büntetlen előírt magyar állampolgárság vagyonnyilatkozati tételi eljárás lefolytatása, illetve a képesítési feltételeknél a felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés, alapképzés, BSC vagy BA, egészségügy, meg itt a határozva a rendelet is hozzá, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, illetve elfogadtuk a mesterképzett MSC fokozatra épülő szakirányú szakképzettséget az egészségügyi rendeletnek megfelelően. Munkatapasztalatnak azt határoztuk meg, hogy legyen szakmai tapasztalata 5 év, a vezetői tapasztalata pedig minimum 2 év. Előnyként meg volt határozva a vezetői tapasztalat, illetve az, hogy ismeri a térség egészségügyi ellátását, a besorolás feltétel rendszeréről szóló tapasztalatát tudja érvényesíteni, legyen jogosítványa, és a pályázatot pedig posta úton lehetett benyújtani, vagy személyesen a polgármester hivatalba, de elektronikus úton is fogadtuk. Ahhoz, hogy ezt a pályázatot el tudjuk fogadni, az szükséges a képviselőtestületnek a döntése, hiszen megbeszéltük azt, hogy ezt mindenképpen együtt megtárgyaljuk, az intézményvezető személyéről döntsön a testület. Most a pályázó neve nyilván nem titok, dr. Szulusné, dr. Molnár Andrea, aki elküldte nekünk a szakmai programját. Ezt mindenki átolvashatta, elküldte a szakmai önéletrajzát. Igazából itt ezek alapján ő minden pályázati feltételnek megfelel, és várom a tisztelt képviselőtestületet, hogy hozzuk meg a döntést az ő kinevezésével kapcsolatban. Átadnám a szót a testületnek, a napirendi ponthoz kapcsolatban van-e bármi. Képviselőasszony, parancsoljon. Ez lett volna az első kérdésem, hogy milyen plénumon hirdettük ezt az állást, és hogy hány jelentkező volt, de végül is, tehát hol volt meghirdetve? A városkodatos honlapján hirdettük az intézmény honlapján. Igen.
Azt tudom mondani, hogy elég sajnálatos, hogy csak egy pályázat érkezett, és nem fog tetszeni ez, amit most mondok. Egyetlen helyen sem tanácsos a familiáris halmozódás, mert ez bizonyos visszaélésekre ad okot. Egyébként a pályázat nyilván megfelel a feltételeknek, tehát ez tagadhatatlan, minden megvan, amire szükségünk van. De mondom, én nagyon fájlalom, hogy csak ez az egy pályázat érkezett. Köszönöm szépen. Van-e más képviselőasszony? Köszönöm szépen. Igen, színesebbet volna többet lehet választani, viszont ennek az egy pályázatnak van egy másik előnye, hogy ugye egy olyan emberről, aki már korábban is itt volt, de nem ebben a pozícióban, de az EFI vezetőjeként eléggé részt vett a koordinációban. Tényleg így van, ahogy leírta a szakmai önéletrajzában, hogy az intézményekkel jó kapcsolatot ápolt hozzánk, és volt többször is különböző projekteket valósítottak volna meg, vagy szerettek volna. Nem mindig sikerült, hogy a törvényi változások miatt nekünk most már kötött, hogy mi az, amit beengedhetünk, és mi az, amit nem. Én örültem volna, hogyha itt van, mert egy kicsit a szakmai programjáról szerettem volna egy kicsit még kiegészítést kérni. Dicséretes, hogy szeretné, és szándékában áll, hogy ez a komplexum, amit az önkormányzat megvalósított és életben tartott eddig, szeretné ő ezt tovább támogatni, segíteni. Dicséretes az is, hogy a járás lakosainak egészségi állapotának a megőrzésére fog törekedni. Viszont én hiányoltam a szakmai programból ilyet, hogy ezt hogyan, milyen módszerekkel, milyen eszközökkel, esetleg milyen társadalmi szervezeteknek a bevonásával képzelte, gondolta volna el. Hiszen ha mi ezekkel tisztában vagyunk, akkor ugye az év végi beszámolónál tudjuk követni, hogy mit valósított meg abban, amit ő rövid és hosszú távú célnak kitűzett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Van-e más? A polgármester úr. A pályázattal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ugye ha több pályázó lett volna, akkor választás lehetőségünk van. Én azt mondom egy kicsit fordítva, hogy örüljünk, hogy legalább az egy megvan, és én úgy gondolom, hogy érdekünk, hogy ez a költségvetési szerv létrejöjjön, hiszen erről több testületi ülésen beszéltünk már, hogy a szakellátásnak a megtartásának ez feltétele, törvényi feltétele. Én a magam részéről áttanulmányoztam, és én is ugyanúgy, ahogy Németné képviselőtársam is mondta, a munkáját ismerem, jónak tartom. Én javaslom, hogy bízzuk meg a költségvetési szerv vezetésével. Köszönöm. Köszönöm szépen a polgármester. Többiek? Nincs másik választás. Hát elvileg lenne az is, hogy nem fogadjuk el, és újra kérjük, de persze, nyilván ez... Ha megfelel, akkor most nincs itt vagyok. Még egyszer mondom, az a testületnek a hatáskör, hogy döntsön, így beszéltük meg. Ha a testület úgy gondolja, hogy, hogy várjunk ezzel, vagy írjuk egy másik írást, kiírhatjuk, csak... Nem biztos, hogy nem lesz, lehet, hogy lesz, csak nagyon időhiányban vagyunk, és borzasztóan szólít minket, hogy... Azt kérhetjük tőle később ebben, amikor már tudja, hogy mi a dolga, konkretizálva, milyen feladatai vannak, hogy akkor egy rövid távú célkitűzést... Szerintem ez a minimum, hogy behívjuk, hogyha nyilván, ha megválasztásra kerül, akkor behívjuk, és akkor adjon egy tájékoztatót. Én egyébként egy picit rákapcsolódnék arra, amit képviselőasszony mondott, Bodnár Andrásnak képviselőasszony, hogy egy családban mennyire szerencsés. Szerintem nagyon sok kórházban, szinte minden kórházban én látok orvost és feleségét, orvos házaspárokat együtt dolgozni, együtt tevékenykedni, sőt szerintem nagyon ritka, ahol esetleg ez nem így van. Nyilván elfogadom a felvetést, de amellett meg én is úgy látom, hogy az ő személy egy garancia arra, hogy ez az intézmény ezen a szinten, minimum ezen a szinten tud ugyanúgy tovább működni, mint előtte, hiszen pont a férje, a Péter Szulos, Dr. Szulos Péter úr a garancia arra, hogy
azok az orvosok legalább, akik itt vannak, azok ő általa továbbra is kötelékben maradjanak. Szerintem ettől fontosabb nem nagyon van. Nélkülük azt mindannyian tudjuk, hogy borzasztó nehezen tudnánk ezt kezelni, borzasztó nehezen tudnánk megoldani. Amellett pedig egyébként sporulunk is ezzel a döntéssel. Nem is keveset, hogyha így határoz a testület, amire borzasztó nagy szükség van, hiszen az üzemeltetést ebben a pillanatban meg tudjuk oldani. Helyjel közzel, azt mondom. Volt egy nagyon, nagyon vékony jég itt december végén, január elején, de én úgy érzem, hogy ha ügyesen összehozzuk a szálakat, és már pedig úgy gondolom, hogy jól alakulnak mostanában, főleg a finanszírozási kérdések is, akkor talán meg tudjuk menteni az intézményt. Ehhez viszont minden olyan döntésre szükség van, ami költséghatékonyságra hajaz. Lesznek, most próbáljuk összeállítani magunkban a következő, és most egy picit eltérve a témától, a következő pár hónapra legalább évvégig felállítani egy olyan tervet, hogy hogyan tud életben maradni az intézmény állammal vagy állam nélkül, és meg kell hoznunk egy pár megszorító intézkedést, ami fájdalmas lesz, és ebben nagy valószínűséggel lesznek személyi kérdések is. Itt elsősorban meg kell majd vizsgálnunk a nyugdíjas dolgozóknak a foglalkoztatását, mennyire fér bele, mennyire nem, illetve egy pár szakrendelést át kell alakítani. A pontozási rendszert felülvizsgáltuk, Szulics főorvos úr már nagy erőkkel dolgozik azon, hogy egy új rendszerbe állítsunk, amivel azt a 6 millió forintot, amit annak idején megállapítottunk, hogy hozzá kell tenni az önkormányzatnak. Ha minden rendben megy, akkor lehet, hogy le tudjuk vinni egy ilyen 2 millió forintra, amit úgy gondolom az önkormányzat, ha úgy áll, és nézek itt Katira, meg nézek itt saját magunkra, és tudom, hogy semmire nincs pénz, de erre össze kell tenni a pénzt, és ezáltal én úgy gondolom, látjuk most már egy picit a fényt az alagút végén, tehát több összetevő is van ennek a mai döntésnek. Talán ez a legfontosabb, hogy mindennel magyar hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy megmaradjon az intézmény, hozunk bős döntést. És én személy szerint javaslom, nyilván én jól ismerem őt, és a szakmai munkáját is jól ismerem az EFI kapcsán, ami meggyőző, akkor lenne ez kérdéses, hogyha ő teljesen más típusú lenne, mint Péter, de nem erről van szó, hanem ahogy hallottak is igazgatóasszonytól, ő szakmailag is bizonyította a jogosultságát, volt már vezetői szerepben, tudja, hogy kell irányítani, és segítséget pedig pont az elődjétől tud kapni, úgyhogy ez így szerintem minden szempontból szerencsés lenne. Én magam részéről javaslom őt elfogadni. Van-e más? Amennyiben nincs, akkor javaslom szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a beérkezett pályázatot, dr. Szulisné, dr. Molnár Andrea pályázatát elfogadjuk, kérem, kész felemelésre szavazzon. Köszönöm szépen. Ellene? Egy ellenszavazattal, 5 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont. Tűzifa pályázat benyújtása a 2024-es évre. Hát itt szokás szerint ugyanarról kell dönteni, mint minden éven. Sajnos még van rengeteg szociális rászorult, akinek a tűzifára szüksége van arra, hogy az önkormányzat besegítsen, illetve az államtól kapott támogatás fejébe egy pályázat keretén belül elnyerhessünk támogatást. Azt is el szoktuk mondani, hogy ez általában sikerül egyébként, és ez nem egy olyan túl bonyolult pályázat, amit nem lehetne teljesíteni, de mindig a legfájóbb pont az, és az évről évre emelkedik, hogy a kiszállítás az 6 és 8 millió forintjába kerül az önkormányzatnak, tehát ez nem játék, ezt a pénzt meg előteremteni és mellé tenni, főleg ezekben az időkben, amikor hallottuk az előző napi pontnál, minden forintra szükség lesz, ahhoz, hogy mindent meg tudjunk tartani, legalábbis olyan szinten, ahogy eddig, úgyhogy a pályázatot én úgy gondolom, hogy csak úgy, mint eddig, a lágy lombos tűzifára fogjuk tudni beadni,
hiszen azzal tudjuk legnagyobb mennyiségi tűzifát megigényelni, ezáltal minél annál több család juthat a támogatáshoz. Ha lájglombos tűzifát rendelünk 475 főre, az 1425 köbméter, ha a kemény fát választja a testület, akkor 950 köbméter, ha a barna kőszint, de szerintem ezt le is vettük onnan, mert ezt mindenki azt mondta, hogy ne füstöljük tele a várost, akkor szerintem ezt nem is érdemes említeni. Sajnos kivették a brikettet a tüzelési formák közül, pedig tavaly nagyon erősen gondolkoztunk azon, hogy sokkal könnyebb lenne, és a szállítási költséget meg tudnánk azzal spórolni. Sajnos arra nincs lehetőség, tehát én javaslom, továbbra is maradjunk a lájglombos tűzifánál. A pénzügyi bizottság tárgyalt ezt a napirendi pontot. Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalta, és az eddigi tapasztalatok alapján továbbra is javasoljuk ennek a pályázatnak a benyújtását, illetve az eddigieknek megfelelően majd a gyakorlatot. Nyilván a pénzügyi osztály konkrétan kiszámolja az igényelhető mennyiséget, és úgy beszéltük mi is, hogy mindenképpen a fánál maradjunk, és ez a lájlombos környezetvédelem szempontjából szerintünk a szén szóba se jöhet, vagy legalábbis nem szeretnénk, hogy ez legyen. Tehát a pénzügyi bizottság egyhangulóan javasolja a pályázat benyújtását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás a napirendi ponthoz kapcsolódóan? Képviselőasszony, csak annyi mindenképpen javaslom, de a következő beszerzésnél kicsit figyeljünk jobban a minőségre, mert az idén elég sok reklamáció volt emiatt a korhat, és tudom, hogy nehéz ilyen fát beszerezni, én személy szerint nem tudom, hogy kitől szerezzük be, de próbáljunk a minőségre kicsit jobban odafigyelni. Reagálnak is gyorsan, igen, visszajöttek hozzám is a minőségbeli reklamációk, és ki is cseréltük azokat, akik jelezték, hogy esetleg az ő fájuk nem olyan lett, hoztak plusz nem is tudom hány autóval, úgyhogy akiknél igény volt erre, annál mentünk és kicseréltük, nyilván nem látták, igazából elszúvasodott egy idő után a fának a közepe, a fatörzsnek a közepe, ami kívülről nem látszik. Amikor leszállították, szép volt, de amire kiszállításra került, és lehet, hogy legközelebb akkor nem azt a taktikát választjuk, mint most először az évben, hogy hagyjuk jó kiszáradni a fát, és akkor vigyük ki, mert eddig az volt a baj, hogy frissen kivittük a fát, és vizes volt, most hagytuk megszáradni, viszont megtámadta a szú, és akkor megette, de a vállalkozó, egyébként Gérdás Annyitól veszük a fát, korrekt volt, és kicserélte, hozott minden szó nélkül, úgyhogy rendbe tettük. Köszönöm szépen. Van-e más? Amennyiben mindenki egyetért, hogy a tűzifa támogatásra benyújtsuk a pályázatunkat, kérem készfelelésre szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulat elfogadta a testület. Harmadik napirendi pont, feladatellátási szerződés kóbor evek befogására. Hát megpróbálunk egy új dolgot kialakítani, tudjuk azt, hogy évről évre jelentős problémát okoztak nekünk a kóborkutyák, a kóborevek. Nem igazán tudtuk mit kezdeni vele, illetve voltak próbálkozások. Nagyon sokszor azért nem sikerült, mert a gazdája letagadta a kutyákat, nem volt becsippelve, nem volt, aki megfogja. Ha megfogtuk, akkor feljelentettek minket, jöttek az állatvédők, sorolhatnám. Nagyon-nagyon nehéz terület, és se az önkormányzatnak, se a rendőrségnek, senki másnak nincs meg a jogköre, hogy azonnal menjen és intézkedjen. Mindenki fél ettől a történettől, és most arra gondoltunk, hogy egy próbaidőszakra, egy 6 hónapra kötnénk egy szerződést a Törő Gáborról, a Sárospataki Zemplén Help alapítványnak az elnöke, aki egy menhelyt vagy kutyatelepet, nem mind a kettő helyes, hogyha így fogalmazok, okay, tart fent. Ismerjük őt meg korábbról, és vele abban maradtunk, hogy segít minket a kóborkutyáknak a befogásában, elszállításában. Ezért 30 ezer forintot kér havonta, tehát innentől kezdve ez a hivatalos útja, hogyha valaki kóborkutyát észlel vagy zavarja, akkor jelezze akár nekünk a titkárságban is, szerintem az a legegyszerűbb, de mindenképpen
a jelzésnél adjon meg pontos információkat, hol van a kutya, milyen kutya, ha van esetleg fénykép, pontos utcaházszám, mert nagyon nehéz lesz ezt a történetet úgy folytatni, ha szólunk neki, hogy jöjjön ki a Petőfi utca 26 számonál, most mondtam valamit, mert ott van egy kóborkutya, lehet, hogy másnapra, amire kijön, az már a Rekesz utcába lesz, vagy a Kertköz utcába, úgyhogy ez nem egyszerű feladat, de az is egy megoldás, hogy ha levisszük a mi telepünkre, ha ebbe kaphatunk segítséget lakosoktól, és akkor neki onnan már csak el kell szállítani. Én úgy gondolom, hogy ez a 6 hónap megér annyit, hogy kipróbáljuk. Azért javasoltuk a 6 hónapot, mert igazából akkor lesz ennek a ciklusnak a hivatalosan vége, majd az új testület eldönti, hogy akarja ezt a szerződést tovább folytatni, vagy sem. Tehát részemről ennyi, pénzügybizottsági ülésen tárgyaltunk róla. Igen, az összeget méltányosnak tartjuk, és reméljük, hogy megoldódnak a problémák egy része, mert azt tudjuk mindjárt, hogy ezzel minden probléma nem lesz megoldva, de azok a kóborkutyák, amelyek tényleg a belterületen nagyon zavarják gyerekeket reggel iskolában menet, délután ezekre valamelyest gyógyír, és meglátjuk a tapasztalatok alapján. Érdemes folytatni, vagy nem, pénzügybizottság támogatja, javasolja, elfogadni ezt a szerződést. Köszönöm szépen. Testületnek átadom a szót a napirendi ponttal kapcsolatban. Képviselőasszony, parancsolja. Igen, nagyon jó az ötlet. Én a folyamat ábrára lennék kíváncsi. Tehát egy magánszemély észrevesz egy kutyát, tehát a teendője kinek jelzi. Hivatal, titkárság. Hivatalnak jelzi, és akkor ők értesítik a úriembert, és akkor ő intézkedik. Értem. Köszönöm. Ezt tartottuk a legegyszerűbbnek, mert a polgárőrök napközben települések nem elérhetőek. Éjszaka most mit tud vele csinálni szerencsétlen, hogyha szólnak neki, úgyhogy inkább legyen hivatal időbe a bejelentés, és akkor annak alapján tudunk intézkedni. Jegyző, parancsoljon. Egy szóval szeretnék hozzájárulni ez a témakörhöz. Természetesen ez a megállapodás nem mentesíti az állattartókat a felelős állattartás alól. Tehát az állattartók, akik kutyát tart, ugyanúgy köteles gondoskodni annak az állatnak az ellátásáról, ugyanúgy köteles megakadályozni azt, hogy az közterületen felügyelet nélkül kóboroljon. Jó? Tehát ez a megállapodás ez arra szolgál, hogyha valóban gazdátlan kutyák, mert oda kölykedzett egy elhagyott háznak a melléképületét, vagy ilyen, tehát aminek nincsen gazdája, ez azoknak az összegyűjtésére és mentésére szolgál, illetve hogyha olyan kutya van, amelyik támad és közterületen található, akkor ezeknek a helyzeteknek a kezelésére. Azt azonban tudni kell, hogy ez továbbra is szabálysértés, és rendőrségi eljárást von maga után, hogyha valaki a kutyáját felügyelet nélkül közterületre engedi, vagy ott szabadon kóborolni hagyja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hogyha fogunk látni kóbort kutyákat a városban. Oké, köszönjük szépen. Mármint a polgárőrség. Igen, ezt tudjáig a polgárőrség, mert a településőrség csinálta. De mi is fogjuk figyelni és jelezni fogjuk. Tavaly volt a kutya összeírás, nem tudom, hogy én lesz-e. Mert szerintem hatásos volt, mert én nem voltam otthon, nem válaszoltam, és hiába az én kutyaim oltottak, gyippezettek, akkor is kaptam papírt, és le volt írva feketén-fehére, hogy meg fognak büntetni, ha nem igazolunk. Jegyződ, parancsolj! A jogszabályi kötelezettség 3 évente éri elő az ebeknek az összeírását, de a pozitív tapasztalatok miatt egyeztetünk az állatorvossal, hatósági állatorvossal, hogy meg tudjuk ismételni. Nem tudom, mennyire eredetettől kiadható, szépen ne van írva. Még hadd kérdezzem. Parancsolj! Hogyha a kutyát, a kóbor kutyát megfogják, kint lévünk az utcán kutyát, és akkor van benne csíp, tehát tudjuk a gazdáját, akkor abban lesz valami szankció. Igen, köszönöm szépen. Természetesen ennek megvan a feltétele. Most is úgy van, hogyha megtalálunk egy állatot, amelyik elkóborolt, megvan a csípolvasó, azt leolvassák, ott lesz a József Attila utcai telepen. Ha jók az adatok, mert ugye telefonszámot meg kell adni, nevet meg kell adni,
elérjük a tulajdonost, akkor jelezzük neki, hogy az övet átveheti. Attól függően, hogy mennyi idő múlva veszi át a kutyát, attól függően jönnek a költségek. Ez tartalmazza a tartási költségeket, illetve egy 15 000 forintos befogási költséget. Tehát ezzel is az a célunk, hogy arra ösztönözzük a gazdákat, hogy ne engedjék a kutyákat kóborolni. Köszönöm szépen. Oké, köszönöm szépen. Van-e még más ebben a témában, ugye ez a témához? Kiegészítésként. Amennyiben nincsen, úgy gondolom, ez egy megnyugtató folyamat lehet, reméljük, hogy a hatását elérjük vele, és akkor megszűnik ez a évek óta tartó probléma. Én nagyon szurkolok neki, úgyhogy én is magam szerint javaslom elfogadásra. Aki ugyanígy érez, kérem készfám és se szavazzon. Köszönöm szépen, akkor ezt a szerződést hatályba léptethetjük innentől kezdve. Egyhangulag elfogadta a testület. A negyedik napirendi pont, hozzájárulás elidegenítési és terhelési tilalom eltörléséhez. Itt Tóthni Tompa téma azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a mellettük lévő családi, telket szeretné megvenni a 212-es helyrezi szám alatt. Ez a Mátyás Király utcában van, Mátyás Király utca 16 szám alatt laknak a témájáig, és igazából ezen van egy terhelési tilalom, amit elidegenítési tilalom, bocsánat, amit arra kér, hogy annak érdekében, hogy majd meg tudják később venni, hiszen ez még egy hosszú folyamatnak egy része az, hogy mi elengedjük esetleg az elidegenítési tilalmunkat, arra kér minket, hogy járuljunk hozzá megvételhez. Igazság szerint, aki ismeri ezt a területet, tudja, hogy Mátyás Király utca kint a Paptakban. Én magam szerint azt mondom, hogy én örülök, hogyha van gazdája minden teleknek, bár így lenne minden telek, úgyhogy fejlesztési tervünket nem akadályozza. Nem is tudom, hogy 2007-ben egyébként próbáltuk kibogozni, miért kerül pont erre a telekre áll ez az elidegenítési tilalom, de mindegy, ott van rajta. Ehhez kellene hozzájárulnunk, hogy ő megvehesse ezt a telket. Pénzügyi bizottság ülésen beszéltünk róla, elnök úr parancsoljon. Igen. Beszéltünk róla, és mi is a következtetésre jutottunk, hogy rövid távon az önkormányzatnak ilyen megvételi szándéka, vagy hasznosítási szándéka nincs, ezért javasolja a pénzügyi bizottság, hogy az elidegenítési tilalmat oldja fel a testület. Köszönöm szépen. A testületnek átadnám a szót ezzel kapcsolatban. Van egy dolog, ami nem világos előttem. A önkormányzat felé van-e valamilyen anyagi tartozása ennek a teleknek? Nincs. Most, hogyha ezt a telket a testvér megvásárolja, akkor ez azt jelenti, hogy az önkormányzat teljesen ingyenesen és bérmentve. Tehát azt mondja, hogy kész, nincs. Tehát nem a mi társunk, nincs közünk hozzá. Igazából mi csak rátettük a 2007-ben, valahogy rákerült értem, az elégenedési tilalom. Egyébként ezt egy csomó tartozás van rajta, minden úgy, hogy ez még nekik egy bonyolult folyamat. Mi csak igazából... Az önkormányzat felé nem sáros ez a lényeg. Nem. Igazából csak velünk kezdik azt, hogy egyáltalán belefoghatnak be egy ilyen dologba, úgyhogy szerintem ennek ne legyünk akadálya. Értem, köszönöm. Köszönöm én is. Van-e más kérdés, felvetés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, akkor javaslom szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy az elidegenítési és a terhelési tilalmat töröljük. Erről az ingatlanról kérem készfelvetésre szavazzon. Egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm szépen. Ötödik napirendi pont, amit említettem, tehát a Sárospataki mentőállomás keresett meg minket azzal kapcsolatban, hogy az eszközparkjukat szeretnék fejleszteni, illetve próbálok beleolvasni az e-mailjükbe. Biztosíthassák a mentőállomások folyamatos fejlődését, fejlesztjék az eszközparkjukat, illetve szerveznek egy rendezvényt, aminek a bevételét szintén erre a célra fogják fordítani.
Én úgy gondolom, hogy magam részéről, hogy mint ahogy említettük, te a polgármester is, hogy a ricsélyeket is segítettük, a mentőállomást. A Sárospatak is közel van hozzánk, ugye nem tudni, hogy mikor van rájuk szükség, az nem baj, hogyha a jó kapcsolatot fenntartjuk, és akkor mi is segítjük őket akkor, amikor nekik szükségük van rá. De pénzügyi bizottsági ülésen beszéltünk erről, kérem szépen a pénzügyi bizottság véleményét. Igen, beszéltünk róla, illetve úgy javasoljuk a testületnek, hogy 50 ezer forint támogatásban részesítsük a Sárospataki mentőállomást. Javasoljuk ezt. Köszönjük. Köszönöm szépen. Kérdezem a testületet, hogy elfogadja ezt a javaslatot, vagy van-e más javaslat esetleg? Tulajdonképpen az ügyeleti rendszernek a megváltoztatásával most már a mentősök jóval nagyobb részt vesznek ki az ügyelet fenntartásával, úgyhogy mindenképpen megérdemlik. Tehát ilyen célra nem kell sajnálni a pénz, bármennyi is legyen az. Egyetértek. Köszönöm szépen. Van nem más? Amennyiben nincs, és az 50 ezer forintos javaslatta mindenki egyetért, hogy támogassuk a Sárospatakon a mentőállomást, kérem készfelmésre szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk ezt a napirendi pontot is. Napirendi pontok végéhez értünk, bejelentések, interpellációk következnek. Átadnám a szót a testületnek, hogy van-e valami, amiről szeretnénk kérdezni, beszélni. Képviselőasszony. Megint szeretnék beszélni a telkeknek az állapotáról. Tudom, hogy ez egy nagyon szörnyű, meg mindig visszatérő téma. És tulajdonképpen különösen azoknak a telkeknek az állapotáról, amelyek külföldi állampolgárok kezében vannak. Most megint a Szűk Pátriámról, a Fő utcáról beszélek, és én mindig szoktam mondani, hogy az a rész már egy gettó, pokoli, ahogy körülnéznek telkek, mert most már a kerítéseket is elkezdték bontani, ugye ez fából készült, azt télen elfűtötték, állatkert. Szóval nem tudom, hogy mi lenne a megoldás, de erre kell valami megoldást találni. Reagáljuk is egyből, mert nekem itt a egyébek között az első helyen szerepel pont ugyanez a kérdés, erről szóba került vezetői értekezleten és hétvégén, nem kifejezetten az a telek, hanem az, hogy mennyire szemetesek a porták, és nagyon sok helyen nem foglalkoznak a saját életkörülményekkel, olyan szinten, hogy az igényes lenne a környezetükre, illetve legalább a szomszédra. Vannak a most már nem hivatalos autóbontók, meg most sorolhatnám a hűtőládákat, a tévéket és a gumiégetéseket, úgyhogy most fogunk kidolgozni, jegyzőre megbeszéltünk egy olyan tervet, ami arra fog vonatkozni, hogy igenis ez a cselekmény, ez mindenképpen korlátozható legyen, tehát ha kell, akkor odáig is elmegyünk, hogy egy felszólító levél után, hogy elveszik az összes szociális juttatást és minden egyéb mást, ami adható a településvezetés részéről. Más megoldás nem nagyon lesz. Eddig én úgy gondolom, hogy türelmesek voltunk, és szép szóval kértük, de itt egy új intézkedési tervet kell nekünk kidolgozni, amit szerintem a héten, jövő héten rendelkezésre is fogunk bocsájtani, és tájékoztatót meg kiteszünk ezzel kapcsolatban. Lenne még egy kérésem, ugye tudjuk minnyáján, hogy június 9-én nem csak Európa-parlamenti, hanem önkormányzati választások lesznek. És itt kérjük a jegyző úrnak a segítségét, hogy tőlem nagyon sokan kérdezik, hogy mikor, meg hogy, így, meg úgy, hogy nem lehetne valamilyen tájékoztatót a lakosság felé. Hogy mikortól kezd, én tudom, mert én elolvasom, hogy mikortól kezdhetik az ajánlások gyűjtését, honnan kell kérni az aláíró íveket, tehát egy kis felvilágosítás a lakosságnak, hogy azokat, akiket ez érdekel, hozzanak juss hozzá az információkhoz első kézből. Egy szokat. Köszönöm szépen. Jogszabály ezt pontosan előírja, tehát ezt a választás.hu oldalról lehet elérni bárki számára, illetve helyi szinten pedig a választási információ szolgálat vagy jogszabályőrítéssel VISZ megkeresésével lehet ezeket az információkat beszerezni. Az önkormányzatnak a honlapján
kint lesznek ezek a pontos információk, amikor ez elindul. Az első dátum, ami érdekelheti a lakosságot, az április 4-e. Ekkor kell meghatározni az április 3-ai lakosság számadatok alapján, hogy a polgármester jelölteknek, képviselőjelölteknek hány aláírást kell gyűjteni ahhoz, hogy hivatalosan is jelöltek lehessenek. A következő dátum az április 20-a lesz, akkor indul a kampányidőszak, az ajánlóíveket akkor lehet fölvenni. Jó. Utána pedig május 6-áig lehet majd ezeket az ajánlásokat gyűjteni. Ezeket minden esetben személyesen kell fölvenni, vagy pedig hivatalos meghatalmazással rendelkező személy útján. Azért nem akarom ezt tovább ragozni, mert többfajta választás lesz, hiszen Cigán településen 4 választás lesz egy időben. Lesz ugye a polgármesteri képviselőválasztás, európai parlamenti képviselőválasztás, illetve roma nemzetiségű önkormányzati választás is. És ezek közül, hál' Istennek, mind a 4-re különböző szabályok vonatkoznak, tehát ez egy elég hosszú előadás lenne. Amennyiben bárkinek ilyen kérdése van, akkor teljes hivatali időben, ügyfélfogadási időben személyesen, de elektronikus úton pedig minden megkeresésre válaszolunk. Azt jó ötletnek tartom, hogy a főbb időpontokról egy tájékoztatást kitenni, ezt ennek eleget fogunk tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e más? Amennyiben nincs, nekem lenne egy pár dolog. Először szeretnék köszönetet mondani a Bringa klubosoknak, hogy a Tiszapartot felkarolták, maguknak érezték és feltakarították. A múlt hétvégén lement egy csapat és nagyon szépen rendbe tette. Hát ez az önkéntes munka, ami úgy gondolom, hogy példamutató, úgyhogy hálás köszönet nekik. Ez általában az önkormányzat szokta ezt elvégezni, de most ők nagyon szép munkát végeznek, úgyhogy le a kalappal, reméljük, hogy sokáig folytatják a tevékenységüket. Húsvéti csomagokat szokás szerint fogunk osztani már a jövő héten. Ezt tudom, hogy valakinek tetszik, van akinek nem, de ezt mindig el szoktam mondani, jó szívvel adjuk. Vitaminpótlás itt a tavaszra, úgyhogy tényleg fogadják ezt majd jó szívvel, jövő hét hétfőtől elkezdik majd a csomagokat osztani, vagyis inkább, bocsánat, át lehet venni majd a savanyít őzembe, inkább jellemzően savanyított termékek lesznek benne, szóval nem cukor, meg kóla, meg csokoládé, hanem egészséges, finom a dolgozóink által előállított termékek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy április 26-án a zöldeljárás kapcsán lesz egy nagyon szép április 28-án, bocsánat, még jó, hogy Andris itt ül köztünk, de lehet, hogy te ezt akarod helyettem elmondani? Nem, sem. Nem, de hogyha gondolod, tényleg elmondhatod. Köszönöm. Tehát lesz a zöldeljárás. A zöldeljárás kiegészül két másik nagyon szuper dologgal. Az egyik az Állami Népi Együttesnek lesz egy előadása a délután folyamán, illetve a Magyar Hollywood Tanács szervezésében, illetve közreműködésével együtt, de ezt akik nézik az internetet, láthatják, hogy elindult egy ilyen felhívás egy táncversenyre. Ez a táncversenynek a döntője ezen a napon lesz, illetve egy kiállítás megnyitó is lesz a Dave Gold születésének 125. évfordulója alkalmából. Oda is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és természetesen a hagyomány a zöldeljárás szépen viseletbe, zenével, tánccal, úgyhogy én úgy gondolom, ez egy nagyon szép tavaszváró ünnep lesz. Úgyhogy minden kedves lakost, minden kedves érdeklődőt várom nagyon nagy szeretettel. Részemről ennyi, nem tudom, kértem meg a parancsot. Nagyon szép volt a nőnap, köszönjük szépen a szervezést. Nagyon jó ötlet volt a Délinő Színháznak az előadása, minőségi. Kicsit komoly volt az előadás, de minőségi. Ricsén is adtak elő, az is nagyon jó sikerült. Ez jó lenne, hogyha továbbra is megmaradna, mert van rá igény. Köszönjük szépen. Lesz most. Áprilisban is lesz, májusban is lesz, úgyhogy ezeket folytatjuk. Egyik előadásunk is lesznek, amit még Huzella Péterrel
Kossuth Díjasnak, Radnóti Díjas, most nem teszem be a neve, Radnóti Díjas költővel, versmondóval, ez május 28-án, csak a nevét most hirtelen nem mondom, de Huzella Péter, azt tudti, és ő egy elég neves személyiség a szakmájában. Jó, ha nincs más, akkor én megköszönöm mindenkinek a részvételt, szép napot kívánok, és jó egészséget mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm.